Milyen évre készüljenek a horgászok? Kérdeztük Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. A tavalyi területi engedélye január 31-ig lehet horgászni, a fogási naplót pedig február 28-áig kell pontosan kitöltve leadni. Be kell tartani azt, hogy január 31-ig lehet horgászni, a tavalyi, tehát a 2020-as területi engedélyekkel az január 31-ig érvényes, illetve a fogási naplót február 28-áig lehet leadni, pontosan kitöltve büntetés nélkül, mert utána a rendszer már eleve büntet, ha nincs leadva a fogási napló. Az idei árak az Egyesület területén nem változnak, a többiről még nem kapott tájékoztatást a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a területi engedélyek, jegyek nem papír alapúak lesznek, hanem elektronikusak. Mi tavunkon az árak azok maradnak, ugyanannyi, mint idáig volt. A környező vizekre annyi változott, hogy ott már nem papír alapúak lesznek a területi engedélyek, hanem elektronikusan fogják majd horgászoknak ezt megcsinálni, de mi a saját tavunkra mi csinálhatunk papír alapút, mert 50 hektárnál kevesebb a vízterülete, illetve nem állami úgymond, vagy nem hossz vízterület, tehát mi itt mindenféleképpen papír alapon fogjuk csinálni a területi engedélyeket. A részletekről az Egyesület Kossuth téri irodájában tudnak tájékozódni, ugyanúgy, mint a horgászvizsga részleteiről, menetéről is. És ebbe az évben állítólag a horgászvizsga is, az is majd lehet az interneten keresztül, de a Berekfürdőbe vizsgáznak már régóta a horgászok, tehát oda kell jelentkezni majd horgászvizsgára. Regisztrálni kell először is, be kell jönni az Egyesület irodájába regisztrálni. Regisztrálás után, mivel horgászkártyát kell igényelni, tehát az most már kötelező mindenkinek, azt itt meg lehet, úgymond itt kap egy csekket, el kell menni a postára, be kell fizetni, és majd azután lehet menni horgászvizsgálni, mikor itt be lett regisztrálva. Tehát a kártya azt nem tudni, az lehet, hogy egy hónap múlva, lehet három hónap múlva jön meg, de a csekkel tudja bizonyítani, hogy ő azt befizette, és így majd lehet nyugodtan vizsgálni és meghorgászni is. Az iroda nyitvatartási rendje az Egyesület honlapján lesz fent, és a karcagi hírmondóban is meghirdetik. Fontos, hogy szájmaszkot mindenki hozzon magával. Idén még nem fagyott be a tó sem, így társadalmi munka, nádvágás sem lehetett. Ez mind az időjárástól függ. Nem volt még az idén semmiféle téli munka, ugye még nádvágás se volt, nem fagyott be a tó se. Volt, aki még két héttel ezelőtt is volt, aki horgászni. Mondjuk nagyon kevesen járnak már ki, de a lehetőség megvan, ugye a víz nem fagyott be. Talán most, ahogy elkövetkező napokban nagyon elég hideg éjszakákat fog, vagy a meteorológia, amit közöl velünk, hát nem tudjuk, hogy mi lesz, mindenféleképpen szeretnénk majd a nádat levágni, majd látjuk, hogy alakul, mint alakul az időjárás.